A szokásos csütörtök délelőtti forgalom a város egyik legnépszerűbb kútján. Autók jönnek, mennek, szinte mindig van, aki tankol, igaz, sokszor nem kérik tele a tankot. Itt a tartósan alacsony árak miatt nemhogy csökkent, sokkal inkább nőtt a forgalom az elmúlt hónapokban. Még akkor is, ha az üzemeltető is tudja, Magyarországon aránytalanul drága az üzemanyag. Nálunk a forgalomba nem venni azt észre, hogy ez súlyosan érinti a pénztárcájukat az embereknek. Mi most pillanatnyilag a jó időre való tekintettel gondolom forgalom növekedést tapasztalunk, de minden egyes árváltozás az embereknél látszik, hogy olyan reakciókat váltanak ki, hogy amikor olcsóbb lesz, akkor várnak a tankolással, amikor drágább lesz, akkor igyekeznek még az olcsóbbat megtölteni. Nekem most nincs saját autóm. De amikor volt? Akkor úgy odafigyeltem. A magyar autósok éppen a drága benzin miatt borzasztóan árérzékenyek, legalábbis a többség figyeli, mikor csökken, vagy éppen emelkedik a 95-ös és a gázolajára. Sokan úgy spórolnak, hogy csak ritkán, és mindössze pár ezresért vásárolnak üzemanyagot. Megnézik, hogy melyik benzinkúton hány forint a gázolaj, a benzin, és ennek függvényében szerintem sok esetben nem is tudják teletankolni az autókat. Úgyhogy mindig csak annyit, hogy 3-4 ezer, 5 ezer forint értékben tankolnak az emberek. Egy internetes portál a közelmúltban azt vizsgálta, havi átlag fizetésükből hány liter 95-ös tudnak vásárolni az adott ország polgárai. A képzeletbeli rangsor elején Svájc áll 2463 literrel, de még a tizedik helyzet Írországban is 1025 liter benzin jön ki a havi fixből. Magyarország persze nem került fel a listára, nálunk ugyanis mindössze 276 liter benzinre lenne elég az átlagkereset. Itt mögöttem Győrváros egyik legolcsóbb benzinkútján hiába magasak az árak, mégiscsak nő a forgalom. A tartósan és indokatlanul magas üzemanyag árak mégiscsak hatással vannak azonban a közlekedésre. Egyre több autós ugyanis inkább átszokik a buszozásra vagy a kerékpározásra. A Győr Plusz híradóban Zombai Kovács Ákos tudósítását látták.